Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grész vagyok, fő témáink néhány mondatban. Beruházások cikón vízrendezési és útfelújítási projekteket adtak át. Tűzesetek, több helyszínre is vonultak a lánglovagok. Az utat figyeld, a vezetés közbeni telefonhasználatot ellenőrizték a rendőrök. Kötelességünk, hogy soha ne feledjük az áldozatot, október 23-ára emlékeztek Dalmandon. Cikón hivatalosan átadták az új csapadékvíz elvezető rendszert, illetve a települést Műcsénnyel összekötő utat. A két fejlesztésnek köszönhetően több évtizedes problémák oldódtak meg a községben. A két beruházás mintegy 600 millió forintból valósult meg. Két jelentős projekt átadó ünnepségét tartották Cikón. A községben új csapadékvíz elvezető rendszer épült, továbbá megújult a települést Műcsénnyel összekötő út. A vízrendezés 3, az út korszerűsítése másfél évet vett igénybe, mondta Molnár Józsefné, polgármester. Az útfelújítás kapcsán új aszfalt koporréteget kapott az út, az útszéli patkák is javítva lettek. A vízrendezés kapcsán pedig helyenként burkoltárok került kialakítására, a mederkotrásra került sor belterületen, külterületen egészen a Rákpatakig, egy átmeneti tározó lett kialakítva, valamint több kőgát is épült a víznek, a hirtelen lezuduló csapadékvíznek a lassítása érdekében. Az elmúlt 4-5 évben jelentős beruházások valósultak meg Cikón, összesen 730 millió forint értékben. A csapadékvíz elvezetés az egész völgységben problémákat okoz, mondta Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, a burkolatfelújítás a környékbeli településekről bejáró általános iskolás gyermekek miatt is szükséges volt. A Tolna megyei önkormányzat elkészített egy tanulmánytervezetet, illetve egy kisebb tanulmányt, annak érdekében, hogy a Völcségpatak teljes rendszerében záportáraszokat tudjanak kialakítani, illetve olyan védvonalakat és olyan rendszert, ami alkalmas arra, hogy felfogja az itt keletkező, illetve lezúduló vizeket, és utána pedig a mezőgazdaságba tudja ezt használni. Reméljük azt, hogy ez majd egy mintaprojekt lehet. Az önkormányzat a jövőben tervezi utak, járdák, játszóterek és épületek fejlesztését is. A most kezdődő fűtési szezonban is marad a rezsicsökkentés a magyar családoknak, akiket már 2013 óta segítenek ezzel, mondta Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Kiemelte, hogy a földgáztárolók töltöttsége a fűtési szezonra elérte a 97%-ot. Ha hidegebb tél lenne, akkor is lesz elegendő gáz, az ország tároló kapacitásai jelentősek, mondta. Hangsúlyozta, hogy a kormány biztosítani tudja a rezsivédelmi alapot, az önkormányzatok energiaköltségeit pedig az idén 76 milliárd forinttal támogatta. Hozzátette, hogy a jövő évi költségvetésben az önkormányzatok rezsiterheit ennél is nagyobb összeggel, 83 milliárd forinttal kívánja segíteni a kormány. A fűtési szezon kezdetével fokozott elővigyázatosságra hívja fel a figyelmet a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, hiszen ilyenkor akár egy kis kipattanó szikra is hatalmas lakást tűzhöz vezethet. Emellett a héten is számos helyszínre riasztották a lánglovagokat. A héten több tűzesethez is vonulnia kellett a Tolnavár megyei tűzoltóknak, sok esetben a nyílt láng okozta a problémát. Többek között Szekszárdon a Remete utcában csaptak fel a lángok az egyik házban. Egy szoba teljes egészében leégett, valamint egy konyhában is tűz keletkezett, két helység gyakorlatilag az érintett ingatlanban teljes mértékben kiégett. Itt feltehetően egyébként egy mécses okozta, generálta ezt a tüzet. Tehát itt a nyílt láng használata ilyen szempontból is nagyon fontos felhívni erre a figyelmet, hogy ez ott van bármelyik napszakban egyébként ott leselkedünk rá, mint potenciális veszélyforrás. Az elektromos tüzeket is abszolút ide sorolnám még, azok is sajnos adott esetben különböző tüzekhez tudnak vezetni. Emellett a téli fűtési szezonban a különböző fűtő-tüzelőberendezésekre kell fokozottan figyelni, mondja a szóvivő, hiszen ilyenkor akár egy kis kipattanó szikra is hatalmas lakástűzhöz vezethet. Vannak egyéb olyan eszközök is, amelyek pedig még pluszban a biztonságunkat szolgálják, ilyenek a füstérzékelő egyébként eszközök, amelyek még idejében
riasztanak bennünket, hogy probléma van. Nyilván itt az éjszaka során, itt akár az alvás ideje alatt is jelzik azt, hogyha egy lángra kapna valami a lakásunkban, és még van időnk egyébként akár idejében cselekedni, még egy kezdett tüzet el tudunk oltani. Ezt nyilván akár segítségünkül lehet egy 6 kilós borraloltó készülék, hogyha ez van a lakásunkban, az otthonunkban. Természetesen a legfontosabb a testi épségünk, adott esetben a füstérzékelő jelzésének köszönhetően lehetőségünk van még időben elhagyni a házat. Annak érdekében, hogy a legmegbízhatóbb eszközt tudjuk beszerezni, a katasztrófavédelem egy listát állított össze, amit online a szervezet weboldalán tekinthetünk meg. Az őszi vetésnek egyre nagyobb szüksége lenne a csapadékra, és ugyan a következő napokban nedves levegő áramlik a Kárpát-medencébe, a csapadék eloszlása nem lesz egyenletes, egyes országrészek akár ki is maradhatnak a nagyobb esőből, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Felidézték, vasárnap egy hidegfront okozott sokfelé esőt, de nagyobb 5 mm-t meghaladó mennyiség csak északkeleten és nyugaton esett. Az elmúlt 30 nap csapadék összege általában 10-30 mm hiányt mutat a sok éves átlaghoz képest. A talaj felső 20 cm-es rétege nagyon sokat száradt a legutolsó szeptember végi eső óta, a mélyebb talajrétegek pedig még az ősz elejére száradtak ki nagy területen, és azóta is csak fogy a nedvesség. A Tolna vármegyei rendőrök is csatlakoztak az Utat figyeld elnevezésű kampányhoz. Ennek keretében egy héten keresztül kiemelt figyelmet fordítottak a vezetés közben telefonozó sofőrökre. Lezárult az Utat figyeld elnevezésű akció, ahol a rendőrök október 9 és 15 között fokozott közúti ellenőrzéseket tartottak Tolna vármegye közútjain. 4 napon ellenőriztünk, ez idő alatt 869 gépkocsi vezetőt igazoltattak kollégáink. Közülük 51-en a menet közben kézben tartott rádiótelefon miatt kerültek megállításra. A cél elsősorban az volt, hogy a sofőrök figyelmét elvonó eszközöket szűrjék ki. 212 esetben a biztonsági öv használatát mulasztották el a gépkocsi vezetők, és további 102 jogsértés is történt, ezek eléggé változatosak voltak. Voltak, aki a gyermekbiztonsági eszközt nem használta, mások a tilos jelzés ellenére hajtottak át a kereszteződésen, illetve voltak, aki a kikerülés megelőzés szabályait sértette meg. A hatóság ezúton is kéri a közlekedőket, hogy továbbra is tartsák be a szabályokat, hogy mindenki hazaérjen. A parlagfű pollen koncentrációja országos átlagban alacsony szintre csökkent, a végéhez közeledik a pollen szezon, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb tájékoztatójában. A hét második felében az enyhébb, szárazabb időszakokban, illetve területeken a szezon folyamán korábban kiszóródott pollenszemek még visszakerülhetnek a levegőbe, melynek hatására a parlagfű pollen koncentrációja esetenként elérheti a közepes szintet. A többi lágyszárú allergén, mint az üröm, a csalánfélék, a pázsitfűfélék, a libatopfélék, az utifű, a kender, valamint a lórom, az ernyős virágzatúak, a részgyom és a szerbtövis virágpora szintén országosan alacsony koncentrációban van jelen a levegőben. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan magas, írták. Az 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharcra emlékeztek Dalmandon. Az óvodások és iskolások ünnepi műsorát követően a helyi intézmények vezetői és a gyerekek együtt koszorúzták meg az emlékművet, így tisztelegve az áldozatok előtt. Szép zászlónk három színe, három szótvés vál szívbe, piros, fehér, zöld, ez a magyar föld. A piros szín a hűségé, a fehér a tisztességé, zöld az erdő, zöld a rét, boldog legyen ez a nép. Az 1956-os forradalomra emlékeztek Dalmandon. Stamné Juhász Luca polgármester kiemelte, október 23-án a magyar nép bátorságának és szabadság iránti vágyának fényes megnyilvánulását ünnepeljük. Hozzátette, a hősök az egész világnak példát mutattak a bátorságról és a közösség erejéről. Kötelességünk, hogy soha ne feledjük az áldozatot, és ne hagyjuk elhervadni az eszméket és értékeket, amelyekért küzdöttek. Fontos minden évben, hogy megemlékezzünk az
az 56-os forradalom és szabadságharc hőseiről, mert azt gondolom, hogy akkora nagy értékű történelmi dolog történt akkor, és viszont ez a magyar szabadság napja is, hogy a kicsik is, iskolások, óvodások is tanulják meg azt, hogy igen, voltak emberek, akik harcoltak értünk, és mi is tudjuk ezeket az értékeket követni, és mi is ennek a nyomdokaiban élve éljük az életünket. Elröpült három falevél, az egyik magasba vágyott, talált a felhők közt új világot, emelte a szél. A másik rohanni vágyott, magasba hágott és mélybe szállott, sodorta a szél. Az óvodások és az iskolások ünnepi műsorát követően a város intézményeinek vezetői és a résztvevő gyerekek megkoszorúzták a kopjafát és az emlékművet, és főhajtással tisztelegtek a hősök előtt. Az emlékműnél minden évben koszorút helyeznek el az önkormányzat dolgozói, nyilván itt én, mint polgármester, az alpolgármester úrral koszorúzok, koszorút helyezel az iskola vezető asszony egy pedagógussal, két kis iskolás gyermek a kopjafára teszi fel a kis moha koszorúját, két kis óvodásunkat is bevonjuk már, és ők is koszorúznak, és természetesen az óvodavezető és óvodavezető helyettes is koszorút helyezel, mivel Dalmandon ezek az intézményeink vannak, tehát mindenki részt vesz a koszorúzásban. A dalmandi 1956-os megemlékezés koszorúival a polgármesteri hivatal parkjában álló emlékműnél tisztelget a jövő generációja. Regionális híreink következnek. Helyben döntsenek a helyiekről, újra megalakítanak a településrészi önkormányzatokat Pécsen. Pályaorientációs nap a Selyei mezőgazdasági technikumban, bemutatók a szakmákról az általános iskolásoknak. Tunyogi Péter emlékkoncert, 15 éve halt meg az egykori P-Mobil és a TRB énekese. Legyenek településrészi önkormányzatok Pécsen, ezt szeretné a polgári oldal politikusa. Berényi Zoltán szerint helyi ügyekről dönthetnének így helyben. Ez pedig átláthatóságot jelent a gazdálkodásban és a működésben is. A politikus szerint a helyhatósági választás után, ha nyernek, akkor újra lehetőséget adnak a településrésznek az önrendelkezésre. Ez a Pécs-Vasas település része önkormányzat épülete. A helyi képviselő azt mondja, 2019 óta nem kapnak pénzt a városi költségvetésből, így nem is működhetnek. Ezért nem helyben történnek a döntések, pedig úgy lehetne ellenőrizhető, átlátható, milyen támogatások, fejlesztések valósulnak meg. Állítsák vissza ezeket a testületeket, a helyi üvegzseb átláthatóság biztosításának ez a legtökéletesebb módja, hiszen helyben választott településrészi képviselők, akik ismernek mindenkit, itt helyben nyilvános ülésen döntik el a falunak, bocsánat, idézőjelesen a városrésznek az ügyeit. Azt gondolom, hogy ebben a megmaradt egyetlen egy településrészi testület, ez Újhegyüszög, szocialista elnöke, aki a Városfejlesztési Bizottság elnöke is egyben, kommunális bizottság elnöke, ő sajnos nem partner, nála is kezdeményeztem, hogy legalább ketten fogjunk össze, és lobbizzunk polgármester úrnál. Berényi Zoltán szerint a legfontosabb az átláthatóság biztosítása. Akkor nem a zavaros, eltitkolt ügyekről szólnának a helyi hírek. Én azt gondolom, hogy súlyosan felháborító, hogy az a Péterfi által vezette baloldali vezetés most Pécsen, aki hirdeti az átláthatóságot, a bevonást, a rólunk nélkül, megkérdezésünk nélkül semmi elvet, az gyakorlatilag pont ennek az ellenkezőjét csinálja. Azt gondolom, nem csak Pécs, de Vasas, Somogy, Hird ennél jóval többet érdemel, nagyobb nyilvánosságot, nagyobb részvételt, állítsuk vissza az üvegzseb jegyében is a helyi településrészi önkormányzatokat. A politikus azt mondja, akár már holnap vissza lehetne állítani ezeket a működő település részi önkormányzatokat. Ehhez a szervezeti és működési szabályzatot kellene módosítania a pécsi önkormányzatnak.
Pályaorientációs napot tartottak a Sellyei Mezőgazdasági Technikum szakképző iskola és kollégiumban, az oktatási intézmény szeptember óta a Pécsi Református Kollégium tagintézményeként működik. Számos bemutatóval, programmal készült az iskola pályaválasztás előtt álló fiatalok számára. Traktort vezettek, palacsintát sütöttek, számítógépes feladatokat oldottak meg többek között a jelenlegi nyolcadikosok a Sellyei Mezőgazdasági Technikum szakképzőiskola pályaorientációs napján. Az intézmény és duális partnerei komoly bemutatókkal készültek erre a napra. Külső előadók és saját oktatói közreműködésével a 2024. szeptemberében indítani tervezett képzéseik mindegyikébe betekintési lehetőséget kaptak a tanulók. A következő tanévtől kezdve az eddigi 4 szakképesítés helyett 16 szakmát kínálunk a tovább tanulni szándékozó fiataloknak, és a mai nappal az volt a célunk, hogy ezeknek a szakmáknak a gyakorlati oldalába nyújtsunk egy kis betekintést, és arra törekedtünk, hogy innét Sellyéről ma mindenki élményekkel tudjon hazamenni, és vágyódjék ide vissza, hogy ezeket a szakmákat, ezt a fajta tanulást, ezt a fajta gyakorlati képzést ki tudják itt nálunk majd próbálni, vagy ki tudják itt maxolni. A rendezvényen részt vett Bruckner László, a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálatának főigazgatója, és dr. Eperjesi Tamás, a Magyar Református Szeretett Szolgálat felzárkóztatási osztályának vezetője. Látogatások alkalmával fő témáik voltak a Magyar Református Szeretett Szolgálat felzárkóztatási programja a térségben, széleskörű kormányzati egyházi és civil összefogás az ormánság felzárkózásáért. Bruckner László elmondta, a Pécsi Református Kollégium szeptembertől bővítette a képzési portfólióját. Eddig a pécsi székhelyű gimnázium és általános iskola mellett számtalan óvodát és általános iskolát üzemeltettünk, működtetünk, fenntartóként vagyunk jelen ebben a térségben. Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy a magyar köznevelési és szakképzési feladatokból arányosan kell kivennünk a részünket. Ennek a lépésnek a részeként szeretnénk erősíteni a református egyházon belül is a szakképzésnek a jelentőségét. Régóta tervezte a református kollégium ezt a tagintézményi kapcsolatot a Sellyei középiskolával. Több éves előkészítő munka után szeptembertől ez megvalósulhatott, mondta Kádár Péter, a Pécsi Református Kollégium főigazgatója. Hozzátette, az egész református egyház részéről a szakképzés irányába való odafordulás évek óta tartó folyamat. Társadalmi küldetése van a középfokú oktatási intézményekbe. A másik komponens az ormánság felkarolásának szándéka, amely egészen a kormányzatig nyúlik. Illetve amelynek részesei szeretetszolgálati, diakóniai, civil szervezetek is, olyan szereplők, akik szintén egy kis összefüggésben működő egyházi intézménye, egy rugalmasabb keretek közt működő egyházi intézménnyel, amelyik elkötelezett a társadalmi felzárkózás iránt, az inklúzió iránt, természetes szövetségest láttak bennünk, és azt is mondhatom, hogy a helyi közösségben, mert ez nagyon fontos, mind a oktatói gárda, mind a segítői közösség körében a fenntartó változás iránt, az egyházi intézmény iránt nagyfokú bizalom nyilvánult meg. A nap során a duális partnerek előadásokat tartottak, játékos programozásba vehettek részt a tanulók, palacsintasütő verseny zajlott, kvízjátékok, gépbemutató és traktorozási lehetőség várta a jövő középiskolásait. Tunyogi Péter emlékkoncertet tartottak az egykori P-Mobil és a TRB énekese halálának közelgő 15. évfordulója alkalmából. Az esten fellépett a Tunyó Öröksége zenekar, Varga Miklós, Kalapács József, Rudán Dzsó. A produkciót Pécsen az E78-as koncertteremben rendezték meg. 15 éve lesz, hogy meghalt a legjobb rocker hang. Azonban Tunyogi Péter emléke és hangja most is él. Zenésztársai számait éneklik, játsszák szerte az országban az emlékezés jegyében. A Tunyó Öröksége zenekar felvállalta, hogy a zenész munkásságát annak más zenekarokkal játszott dalait tovább játsszák, és ezáltal megőrzik, életben tartják emlékét, mondta Rudán Dzsó a koncert előtt. Életszerűen játsszák a dalakat, tehát jók a muzsikusok, nagyon szépen adják elő, jó interpretálják a művészek is, és az énekesek is, két énekesük van egyébként. Nekik van egy ilyen programjuk, és ugye általában szoktak hívni vendégénekeseket, nyilván akik színesítik a programot, és hát most ilyen esetben ugye ránk esett a választás, mi voltunk már ugyanígy tavaly egyébként
Békés Csabán, ugye évvégén volt egy Békés Csabai koncert, és tulajdonképpen most eljött a pécsi állomás, és hát nagy örömmel jöttünk, mert tényleg öröm a zenekarral játszani. Ifjú rajongóként járt a budapesti metróklubba Varga Miklós egykoron. Itt a P-Mobil zenekar játszott akkor. Én nagy P-Mobil rajongó voltam, de akkor még Vikidál Gyulának hívták az énekest, és hát én azokon a nótákon nőttem fel. És a P-Mobilnak volt egy előzenekara akkor, Beton, ez volt a nevük, ahol a Tunyogi Péter volt az énekes. Tehát amikor a Gyula elhagyta a P-Mobilt, akkor gondolom onnan jött a kapcsolat, hogy a Lóri elcsábította a Beton együttesből a Tunyogi Petit a P-Mobilba énekelni. Én hallottam énekelni a Petit, aztán hosszú évekig, hát ő is csinálta a dolgát, én is csináltam a dolgomat. Én nekem aztán olyan szerencsében lehetett részem, hogy a P-Mobil egykori két zeneszerzője, Bencsik Sándor és Cserháti Pityi, akik már az égi zenekarban játszanak sajnos. Nos, a nagy P-Mobil slágereket ők írták annak idején. És hát én ma örömmel éneklem ezeket a dalokat, amit aztán Tunyogi Peti is ugye életbe tartott, hiszen nagyon sokáig ő volt a P-Mobilnak az énekese. Kalapács József nem zenélt Tunyogi Péterrel egy zenekarban. Úgy futott össze vele koncertek után vagy előtt. Kiscsöves rajongóként ismerte meg a P-Mobil zenekart. Az elől nem lehetett menekülni, hogy valami olyan gyönyörű hangszín, valami olyan orgánum volt, hogy egyszerűen megszerettük. Na, és hát megszerette az ország Pétert, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan formátumú énekes, amiből nagyon kevés van. Olyan gyönyörű hangszínnel, olyan szép előadásmóddal, nagyon jó stílusérzékkel, és hát azért jó dalok is voltak alá téve, és én azt gondolom, hogy az egy óriási szerencs, hogy ha már ilyen szerencsétlenül van összerakva a világ, hogy az élet az ugye egyszer csak befejeződik, akkor hogy valaki egy kicsikét hosszabb életű lehessen, vagy tovább élhessen, vagy érdésmond halhatatlan legyen valamilyen szinten, a dalai által az lehet. Akik emlékeznek a rockerre, Kalapács József, Rudán Joe és Varga Miklóson kívül a Tunyó Öröksége zenekar. Műsoron volt a P-Mobil, a Tunyogi Rock Band, valamint Tunyó más zenekarokkal készül dalai. A közönség pedig együtt énekelt és emlékezett az E78-as koncertteremben Pécsen. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer, röviden. Beruházások cikón vízrendezési és útfelújítási projekteket adtak át. Tűzesetek, több helyszínre is vonultak a lánglovagok. Az utat figyeld, a vezetés közbeni telefonhasználatot ellenőrizték a rendőrök. Kötelességünk, hogy soha ne feledjük az áldozatot, október 23-ára emlékeztek Dalmandon. Szombaton napközben még többnyire erős dél-délnyugati szél fog fújni, olykor szakadozottan felhős égbolt valószínű. Vasárnap az elmúlt napokhoz képest naposabb idő várható. Elszórtan ezen a napon is előfordulhat egy-egy záporeső. Hétfőn és kedden előre láthatólag jelentősebb légkori eseménytől mentes napra számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!